kávéházumai vendége tulajdonképpen egyáltalán nem is vendég, hiszen ebben a székben szokott ülni, ahol most én, csak unszolásomra átült a másikba. Asztali tenisz világbajnok, Európa bajnok, nem mondom a számokat, és most lett 60 esztendős vendégünk, illetve házigazdánk, Gergely Gábor. Szervusz, kérlek szépen. Hát szervusz, Mátyás, kisfiam, kedves nézők, mindenkit szeretettel üdvözlök, azt mondta a tisztelt kollega, hogy nem mond számokat, erre kimondta azt, hogy hány éves vagyok, de hát nem számít ez. Arra nem mondok számokat, hogy hányszoros, hányszoros VB-EB, de mondhatom egyébként, kétszeres világbajnok és négyszeres Európa-bajnok, hogyha nem csalnak a számításaim. Azért azt ismerjük el, hogy elég vékony égre vesztünk, tehát vékony égen állunk, hiszen hát nem tudom, fenyegettél mindennel, hogy milyen kemény beszélgetés lesz ez nekem. Megizzasztasz, ezt el is várom. Talán sírni nem fogok. Tehát volt egy elég megható pillanat. Ünnepeltek téged az Asztali Tenisz Szövetségben, és hát találkozott a nagy válogatott, a nagy hármas, Jónyer Klampár Gergely, és az előtérben beszélgettetek. Olyan volt egy kicsit, nem akarom annyira érzelgősre venni a kezdést, de olyan volt egy picit, mintha egy ilyen család összeállt volna, ahol látszott minden az elmúlt sok évtized, konfliktusok, sikerek, de úgy beszélgettetek egymással, tényleg, mintha egy család találkozott volna. Hát nehéz lenne letagadni, hogy mi nem egy nagy család voltunk, hiszen ha csak annyit mondok, hogy a Jónyer Pistával és a Klampár Tiborral, a Tibikével, hát többet aludtam együtt egy szállodai szobába, mint az összes feleségeimmel együttvéve, tehát abszolút módon. Hát volt kettő, nem tagadom, tehát Istenem, legalább nem húzzák az orromra, hogy valakit ki is hagytam. Szóval a lényeget akarom mondani, valóban mi egy 12 hónapból 6-8 hónapot biztos össze voltunk zárva. Villámlátogatásokra érkeztünk haza, edzettünk egy kicsit, utána felszálltunk a repülőre, elrepültünk a operenciás tengeren túlra, vagy éppen csak Európába, lejátszottuk azt, amit le kellett játszani, szerencsére általában nyertünk, aztán jöttünk haza, megint tréningeztünk, aztán megint elrepültünk. Tehát valóban nekünk már akkor is 12 hónapból állt egy idény. De azért sok olyan hangot lehetett hallani, hogy mint ilyen áskálódóst, hogy nem vagytok jóban, hogy sok a konfliktus köztetek. És ez a tegnapi pillanat engem azért meggyőzött, hogy lehet, hogy vannak ilyenek, de hát egy családban is van ilyen. Annak idején, amikor mi voltunk egy nagy csapat, akkor valami sztorit kellett írni, mert hiszen az nem volt sztori, hogy mi nyerünk. Ez a kezdeti bulvár. Igen, akkor a bulvárnak a nagyon nagy kezdete lehetett ez, hogy valamit ki kell találni, hogy ezek nincsenek jóba, hogy ezek, ugye a Tibi meg a Pisti, ő a Spartakuszba játszott, én pedig a legnagyobb ellenfél egyesületben, a BVSC-ben, ez olyan, mint a labdarúgásban a Ferencváros Újpest. És akkor kitalálták azt, hogy mi nagyon rosszba vagyunk, hogy mi haragszunk egymásra, hogy nem köszönünk egymásnak, és hogy az egyik nyeri a bajnokságot, akkor a másik harag. Ilyen szó nem igaz belőle, el kell mondanom most is, sok-sok évvel ezután. Olyannyira haragudtunk egymásra, hogy már annak idején a 20 éves korban is szinte mindig együtt ünnepeltünk egymás születésnapját, úgy családostól. Az egy más kérdés, hogy nem ettünk egymás kezéből, nem voltunk összezárva akkor, amikor éppen nem volt rá szükség, de megjelent egy könyv valamikor nagyon régen, azt tisztelettel ajánlom mindenkinek, abból sok mindent megtudhatnak arról is, hogy mi milyen barátok voltunk és milyen sportársak. Szóval látámasztom azzal, hogy ugye forgattunk ezen az Asztali Tenisz Szövetséges ünnepségen, és én megpróbáltam mindkettőjüket arra bírni, hogy mondjanak rosszakat rólad, hogy hát legyen valami kiszínes anyag, és nem nagyon voltak hajlandóak. Tehát a Klampár mondott valami sztorit, de az se volt igazán. Tehát egyáltalán nem tudtam erre bírni őket. És azt mondta, ki is emelte a Klampár talán, hogy az volt a sikeretek egyik titka azon túl, hogy hát nyilván eszeveszettül jól pingpongoztatok, hogy másfajta egyéniségek, személyiségek voltatok. Tehát ő inkább egy ilyen, betyár típus, a Jónyira szorgalmas, mindent lereszelek típus, te pedig a laza, na mi van srácok, mi a helyzet, megnyerem az utolsó szettet típus, és ez olyan elegyet hozott össze, amilyen szétrobbanthatatlan, mondta Klampár. Igaza volt a Tibinek, és valóban nagyon nehéz volt ezt a három embert összegyúrni egy csapattá, mert valóban mind a három másik karakter. Ez viszont volt egy negyedik ember, úgy hívják, sajnos már csak úgy hívták, hogy Bercik Zoltán, aki mi edzőnk volt. Ő pontosan tudta, hogy mit akar, és pontosan tudta, hogy mit kell azért tenni, hogy ebből a három, úgymond
elegyből. Egy egész legyen? Igen, ne katyvaszt legyen, hanem legyen egy ütőképes csapat. Nagyon nehéz dolga volt. De azt elhitette velünk, hogy csak úgy leszünk nagybajnokok, világbajnokok, csapatvilágbajnokok, hogyha egymásért mindent megteszünk. Az igaz, hogy ugye adott volt a Jónyer meg a Klampár, és hogy az említett Berci edző téged úgy választott ki, hogy melléjük keresett a nagy kettes mellé egy harmadikat, és nem tudom, 140 pingpongozó közül gondolkozott, és azt mondta, hogy például a svédeknél is ezt csinálták, csak ott 7 évig válogatták a harmadik embert annak idején, ő neki meg gyakorlatilag egyből beütött ez a dolog a te személyedben. Miközben, bocs, hogy még egyszer megakasztalak, miközben akkor tájt még ilyen, nem tudom, 30x-edik voltál a magyar ranglistán. Én egy picivel le voltam maradva a Pistiek mögött időben, nem korban, hanem időben. Tehát ők már egy darab világbajnoksággal, illetve Európa-bajnoksággal előbb, sőt kettővel előbb már kint voltak nagy nemzetközi versenyeken. Én pedig bizony 18 éves koromig, 19 éves koromig inkább csak a korosztályomban voltam meghatározó. Tehát a Tibivel egy idős vagyok, úgy festett a dolog, hogy a Pisti 3 évvel idősebb, mint én, mint mi. Úgy festett a dolog, hogy elindultunk egy versenyen, ezen a bizonyos korosztályos versenyen, serdülő vagy ifi versenyen, itthon, akkor vagy a Klampár nyert, vagy a Klampár nyert, és én voltam a második. Mm. Ritkán sikerült legyőznöm nem akkor. Nem frusztrált? Nem. Sőt, mi több, ez egy cél volt, hogy ha én a Klampárt meg tudom majd verni, akkor valóban oda tudok keveredni. Na most hát valóban úgy volt az, hogy a Zoli nagyon-nagyon kereste a harmadik embert a csapatba, mert két személyes csapat az asztali teniszben nincsen. Annak idején egészen más szisztémában játszották a versenyeket. Mindenki játszott mindenki ellen, egy hármas csapatban, ugye az 9 mérkőzés. Hiába nyert 2x2 a Jónyer meg a Klampár, az még csak 4, egy győzelem, ez pedig 5 parti kell. És nem találta. Faházival csinálták az elsőket? A Jani az idősebb, ő már nem volt benne ebbe a csapatba. Előttünk voltak harmadik emberként, például azon a bizonyos nagoyai világbajnokságon, amiről majd szeretnék egy-két mondatot mondani. Hát a hagyom. Hát remélem, hát legfeljebb fölállok, és akkor fölpofozlak, mint a fiamat, de ez nem olyan nagy gond. Szóval oda még nem vitt ki engem a Zoli, pedig előtte én már Koreában, Észak-Koreában kint voltam egy nagy-nagy nemzetközi versenyen, és bizony elég jól szerepeltem az ázsiaiak ellen. És mégsem mert kivinni, mert nem volt mögöttem úgy Isten igazából felnőtt nemzetközi rutin. Tehát tapasztalat. Igen. És akkor kivitte ha jól emlékszem, a Timár Ferit és a Beleznai Matyit, akik zseniálisan jó pingpongozók voltak, de mondhatnám úgy, hogy inkább magyar szinten. Európa és világ szinten, hát a középmezőnyhöz tartoztak. És akkor ott Nagoyában a Klampár Jónyer párosban már világbajnokságot nyert. És csapatban úgy kerültek a 8 közé, hogy úgy nyert a magyar csapat, hogy Klampár 3, Jónyer 2, Jónyer 3, Klampár 2, és a harmadik ember az játszott. Az játszott, hát ő játszott. Na most nekem egy nagyon nagy elégtétel volt sok-sok év elteltével, amikor Bercik Zoltán egy összejövetelen, ez nagyon rég, nagyon-nagyon 20-25 évvel már Nagoya után mondta, hogy nagy hibát csináltam, hogy nem vittelek ki téged Nagoyában, mert valószínűleg akkor már ott csapatvilágbajnokságot nyerhettünk volna. Tehát a Klampár elmondta ezen a tegnapin, hogy ebben a csapatban maradtak aranyérmek. Igen. Hadd idézzem a Bercik Zoltánt, ha már te is őt idézted. Rólatok mondta, hogy mindhárom óriási klasszis volt, és talán az én munkám is benne van a sikereikben. Jónyer volt a legnagyobb, adottságai és szorgalma alapján egyaránt kiemelkedett. Klampárban benne maradt legalább egy-egy világ és Európa bajnoki cím, míg Gergelyt én találtam ki. Az idővel a kapcsolatban engem igazolt, de a sikereihez nagyon kellett a mentalitása, hiszen nagyon jó versenyző volt. Köszönöm, hogy ezt kikutattad valahol.
Nekem nagyon jó érzés volt az, hogy ennyire bíztak bennem. Nem egyszer és nem kétszer elmondták, mint ahogy Jónyár Pista is említette, hogy hú, de jó volt velünk, de jó volt ez a csapat, és milyen jó, hogy teszem azt, én benne voltam ebben a csapatban, mert nyugodtan játszhattak, hiszen 4-4-nél, tehát döntő mérkőzésen én nyertem. Ezt emelte ki egyébként tegnap a Jónyár, hogy az első meccseket és a döntő meccseket mindig megnyerted. Persze a Klampár hozzátette némi fanyar cinizmussal, hogy nem is voltak döntő meccsek, amikor mi játszottunk, hiszen azért voltunk a legjobbak, hát, nem volt. Hála Istennek, hogy ritkán kellett 4-4-nél játszani, ugye, de azért, ha kellett, akkor megcsináltad. Hát most szerénytelenség nélkül azt kell mondanom, hogy én úgy fejeztem be a játékos pályafutásomat, hogy a magyar válogatottban utolsó döntőmérkőzést soha nem vesztettem. Ez a lazaságod, amit kiemeltek, ez pont, hogy segített ebben, hiszen nem aggódtad halálra magad? Azért nézlek itt is, mint kolléga interjú előtt, nem igen stresszelsz a dolgokon. Holott viszont ez elég sok mindent a szívedre veszel amúgy. Tehát pont ezen a kettőségeden gondolkoztam. Én bevallom őszintén neked, én tudom, hogy soha nem fogom elfelejteni azt, hogy honnan jöttem. Én Kőbányáról, a Pongrász telepről jöttem, és ott egyetlen egy célom volt, hogy én valami úton, módon megmutassam, hogy a Pongrász telepről is lehet valaki ismert ember. Nem világbajnok, mert egy gyerek nem azért kezd el sportolni, hogy világbajnok legyen, ez csak később jön, X év után, hanem az, hogy valami úton, módon kiemelkedjek onnan. Ez egy fantasztikus telep volt, és büszke vagyok arra, hogy én onnan lettem valaki, és ma is nagy szeretettel járok oda-vissza. Ez azért ott elég sokakban benne volt ez. Egyszer mondta nekem neveket, kik jöttek onnan. Hát, szép a sor. Elég szép névsor van, hát gondolom a sportszerető tévénézők és a fiatalok is tudják azt, hogy hát ilyen emberek, hogy Kovács Kokó, szomszédom volt néhány házzal arrébb lakott, az olimpiai bajnok, profi világbajnok, ökölvívó, de régebben ott lakott Török Béka, szintén olimpiai bajnok, ökölvívó, Kajdi Jancsi, Európa bajnok, ökölvívó. Ez egy ilyen azért, az, gondolom érzed ezt, hogy ez egy nem egy puha telep volt, tehát azért ott meg kellett védeni a böcsületet meg. Hát igen, nálunk az volt a mondás, hogy hazamentem egy monoklival, vagy valami véletlenül, és akkor édesapám kérdezte, hogy na mi történt? Hát mondom, papa, a helyzet az, hogy úgy kezdődött a verekedés, hogy visszajutott a ember, mert vagy elfutsz, vagy te jutod az elsőt, mert ki tudja, hogy lesz-e kontra. De aztán mellette rengeteg olyan sportoló volt, akiből NB1-es labdarúgó volt, akkor teniszező, a komáromi teniszező, még a régi gulyás csapatból, de színészek, például Papfer a drága szerelmem, ex-szerelmem is, ott lakott. Kiadtad volna, én mondom, az biztos. Ott lakott ezen a telepen, és folytathatnám, tényleg egy jó sportos telep volt, és nagyon sok értékes ember került ki onnan. Megakasztottalak a gondolatmenetet. Igen, erre szeretnék visszatérni, hogy én soha nem szerettem edzeni. Tehát én edzésen engem rugdosni kellett, mert utáltam, amikor nem néznek. Az edzés az egy borzasztó nehéz bányász. Exhibicionista primadonna vagy. Igen, és nagyon örülök neki, hogy a labdarúgást abba hagytam, mert a labdarúgás ugye az olyan dolog, hogy hát hogyha fáradt vagy, lepasszolod a labdát a legközelebb állóhoz, és majd ő megoldja, és mégiscsak megdicsérnek, hogy hú, de jól játszottál, hiszen nem passzoltál rosszul, pedig nem csináltál semmit. Na de itt, amikor bemész a karámba, odaállsz az asztalhoz, akkor helyetted a kutya nem üti vissza a labdát. Ott vagy te megoldod az életedet, vagy sem. Nem, de ugye akkor mégis egymásért is küzdöttetek ti. Igen, de akkor is ez egy egyéni sport. Aha. Ez egy nagyon-nagyon nagy egyéni sport. És engem doppingolt az, hogyha tét van. Tehát itt jött ki az, hogy engem nem zavart az, hogy ez egy világbajnoki döntő, vagy egy úttörő olimpiai döntő, vagy engem ez nem zavart, sőt, nekem az volt a jó, hogyha tét van, és minél többet kell, és minél jobban kell játszani. Igen. Lehet egy apróság, minden mérkőzés előtt kezet fognak az emberek. Mert ugye ez így sportszerű. Hát én kezet fogtam az ellenféllel, és éreztem, hogy olyan hideg a keze, mint a fagyott kutyalába. Szerinted mennyi esélye volt ellenem, amikor ő haláldeges volt, ezért volt jéghideg a keze. Te aztán oda mentél, attól te? Megfogtam, hát mondom, hogy na jó, van, ennyi volt, aztán 8-2 lett ide egyből az elején. Tehát én nagyon szerettem azt hallani, hogy szép volt.
Én nagyon szerettem azt, hogyha ellenem drukkoltak, teszem azt a nagy Jugoszláviába annak idején. Én nagyon szerettem azt, hogyha kiabált a 10-1000 emberi, mint a Budapest polcsán, vagy Gergely Gabi. De akkor egy ilyen meccs például ez már az elején gyakorlatilag mentálisan eldőlt? Hát általában igen. Ugye ha a csapatról beszélünk, mert beszélünk csak a csapatról, mert az minden idők legnagyobb eredménye volt, amit mi elértünk, hogy a kínaiakat meg tudtuk verni, hiszen mi ezért lettünk csapat, ezért készültünk, ezért dolgoztunk, ezért éltünk. Általában úgy volt beírva a tabella, hogy az első meccset én játszom. És az azt jelentette, hogy én mindig az ellenfél csapatának a legjobb játékosával kezdtem. Hát erre mondta a Klampár, hogy mit akarsz utolsó 9. meccset játszani, mert hogyha én az ellenfél első, tehát a mérkőzésen a legjobbját megvertem, hát akkor hogy lett 4-4? Hát akkor 5-1 volt, aztán kész. Igen, szóval mert utána a Klampár meg a jó nyer, nem a legjobbat, biztos, hogy játszottak, és szóval, hogy ne? Tehát hogyha én sikeresen vettem azt az első akadályt a legjobbal, és hát azért 70%-kal vettem, akkor olyan különösebb problémák nem volt már. Igaz az a sztori, hogy a te pingpong pályafutásod egyszerűen úgy kezdődött, hogy futballoztál, édesapád ment a troli, meglátott egy ilyen toborzót vagy hirdetést, és egyszer fogott és levitt oda? Sportos család volt a miénk. Édesapám katonatiszt volt, de mellette röplabdázott. Az én édesbátyám nagyon tehetséges jégkorongozó volt, és cselgáncsozott még. A nővérem pedig ifi válogatott atléta volt, tehát annak ez egy jó kis sportos család volt. És valóban így volt, hogy 70-ös trollin ment édesapám, és akkor voltak még ilyen pici plakátok, hogy különböző hirdetések, hogy Kájsi, jöjj közénk című. És akkor ráparancsolt, ugye nem kellett parancsolni, a bátyám, hogy na vidd le ezt a gyereket, nézzük meg, hogy mi van. Úgy is rossz, meg sokat rohangál. Meg különben is. És levittek engem a úgynevezett toborzóra, és mondták nekem ott az edzők, a Balatoni Tivi bácsi és Józsi bácsi, hogy akkor kisfiam, ez a pingpongütő, ez a pingponglabda, addig semmit, Isten az atyán nem láttam, hogy kéne egy pötyögtetni kettőt vagy hármat, hát jó sikerült egyet. Aztán elgurult a labda, én aztán rohantam utána, rávetődtem, félrelöktem mindenkit, magyarul nem tudtam semmit se csinálni, de mondták. De látszott az akarat. De látták azt, hogy egy jó rossz gyerek ez elfér itt, elfér, majd lesz belőle valami. Igen, ez így történt, de ennek van egy előzménye, hogy akkor az én szüleim nagyon szerettek mérkőzésekre, meccsekre, foci meccsekre, sportversenyekre járni, és a kínai válogatott itt volt előtte Magyarországon, és ők kint voltak a sportcsarnokban. És látták azt, hogy ez egy milyen marha jó sport. És akkor mondták, na itt van ez a legkisebb kuka, na ezt próbáljuk meg, hát ha lesz bőle pingpongozó. Hát ha ő veri meg egyszer a kínaiakat. Hát azt nem lehetett akkor még tudni, és hát hogy is mondjam, sajnos édesanyám nem élhette legközelebb meg. Legközelebb azért meséld így, jó? Édesanyám nem élhette meg azt, hogy mi megvertük a kínaiakat, és a kisfiából hát bajnok lett, de édesapám megélte. És hogy fogadta ezt? Bőgött. Kemény ember volt? Mondtad, hogy katona ember. Volt. Hát most már el lehet mondani, bár én mindig nagyon sose titkoltam, hogy Ludovikát végzett. Igen. Mérnök volt, mérnök végül már ezredesként szerelt le. Hát nagyon kemény volt. Hát aki annak idején ugye katonatiszt volt abban a úgynevezett átkosban, azok kemény emberek voltak. Segített neked abban, hogy a Bercik utána be tudjon fogni napi 7-8 órás edzésekre, miközben utáltad az egészet? Igen, nagyon segített, mert valahonnan hoztam magammal ezt a keménységet. Ugye a papa katonatiszt volt, édesanyám pedig egy Erdélyben Parajdon született székely lány volt, amikor a papa kipecázta onnan. És hát én nagyon-nagyon-nagyon vallom azt, hogy mi székelyek, mint magyarok, mi azért fafejűek vagyunk, és ha valamit a fejünkbe veszünk, azt mi végigcsináljuk. Édesanyád egy ilyen mencsvár volt ebben? Igen, igen, ő volt a legjobb barátnőm. Igen, igen. Mindenben, tanulásba, udvarlásba, sportba, csibészségbe. Ha valaki, akkor édesanyám mindenről tudott. És mindig azt mondta, fiam, bármit vállaltál, bármit csináltál, vállald el, de előtte szóljál, hogy mit csináltál. Tehát ő minden stiklimről tudott, minden jóról tudott, úgyhogy ő volt az, aki ő volt a csúcs a családba, ezt kell mondanom. Mikor vesztetted el? Hány éves voltam? Nagyon fiatal voltam, 19 éves voltam.
50 éves korában hunyt el édesanyám sajnos. Ez megtört téged 19 évesen? Igen. Ez egy érdekes dolog, amit kérdezel, mert én nagyon korán nősültem meg, nagyon-nagyon korán nősültem meg. Sose hittem volna, hogy én ilyen, hát hogy is mondjam, csibészből azonnal férj családapa leszek. Ha a mama, édesanyám van még hosszú ideig, én biztos, hogy nem nősülök meg korán. Biztos, hogy 1000%. Kicsit menekülés volt. Igen, talán igen. De viszont, hogyha nem nősültem volna meg, akkor honnan lenne ennyi gyönyörű gyerekem? Úgyhogy akik már felnőttek és rendben vannak. Ezt is segített feldolgozni a sport? Tehát, hogy folyamatosan volt valami cél, valami... Igen. Tehát én akkor, amikor ő elment, akkor én éppen Athénból jöttem haza egy VVK döntőről, akkor már nagyon beteg volt, és akkor azt mondta, hogy kisfiam, menjél, neked dolgod van. Tehát amikor mondtam, hogy én nem utaznék ki, mert nem utaznék ki, kisfiam, neked dolgod van. Aztán amikor hazajöttem, megvárt. Hogy viseled amúgy te a kudarcokat? Vagy az élet? A kudarc engem doppigol. Én a kudarc, hát van annyi kudarc az ember életében, mert hogy néz ki az, hogyha valakinek az életében nincs kudarc? A frászkarik. Hát mindig ki kell, mindig ki kell mászni valahonnan, hiszen ezért van neked célod. Te beledobnak egy gödörbe, vagy netalánten egy csésze egy kávéba, és akkor ha nem tudsz úszni, akkor nagy gáz van, de hogyha tudsz egy kicsit lubickolni, tudsz egy kicsit csapkodni, lehet, hogy eléred annak a bizonyos csészének a szélét, és kimászol. Kénytelen vagy kimászni. De te az vagy, hogy aki nem tud úszni, akkor is kimászik valahogy kutyában? Megpróbálsz, igen, tehát én nem adom föl. Nagyon érdekes, hogy imádok csinálni szabadidőmben egy-két dolgot, bármit. És elsőre nem sikerül, vagy éppen... Mert ilyen barkácsolgatásra gondolsz? Igen, mindenfajta, igen. Nem sikerül, és akkor drága párom mondja, hogy hagyjad, nem érdekes. Ez a válaszom rá, hogy te csapatsportoló voltál. Te lepasszolod, én megoldom. Hiszen kézilabdázó volt. Igen, kézilabdázó volt. Mostani igen. Párod. Ugyanakkor te azt tegnap a Jónyer is kiemelte, hogy nagyon jó mozgású gyerek voltál, ami annak is köszönhető, hogy te is említetted, hogy focista voltál. Állítólag ráadásul, ezt nem én mondom, mert én nem láthattalak, tehetséges is. Tehát következésképpen adott neked az Úristen valami olyasmi talentumot, ami valószínűleg a labdával, meg a sporttal kapcsolatos. Hogyha az édesapád a 75-ös trolin nem pingpong hirdetést lát, hanem mást, akkor valószínűleg, persze ez nyilván egy teoretikus kérdés, kvázi hülye kérdés, de akkor lehet, hogy abba is ugyanígy bele tud investálni a tehetséged? Könnyen előfordulhat, hogy más sportágban is eljutottam volna valameddig. A sportágat természetesen arra értem, ahol labda van, igen. Ahol van egy ilyen kis kerek gömböcske, igen. Mert ugye én játszani szeretek, mint a Homo Ludens, a játékos ember, tehát nekem az nem játék, hogy, és bocsánat, a birkozóktól, vagy a súlyemelőktől, vagy bárkitől, hogy ott egymást gyűrik, és dobálják, és taszigálják, mert hallottál te már olyat, hogy egy birkozó, vagy akárki azt mondta másnak, hogy gyere játszani. De ti ezt mondjátok? Hát én azt mondom az edzésen, hogy na, gyere, menjünk játszani. Ez egy játék. Effektíve ez egy zseniálisan jó játék, és egy bizonyos lépcső után egy nagyon-nagyon nehéz sport. De játék, egy játékszerrel. Ez a pingpong és az asztali tenisz elnevezésben van ilyen minőségi különbség? Egy ilyen kissé modoros riportari kérdést. Hallottam egyszer, hogy mikor lesz a pingpongozóból asztali teniszező? Én pingpongozó vagyok, én ma is pingpongozó vagyok. Ez pont ezt a játékot fejezi ki, nem? Így ezt a van, játékosságot. És azért vagyok ma is pingpongozó, mert hát szóval, ha belegondolsz, ugye mi magyarul beszélgetünk itt általában, próbálunk szépen magyarul beszélgetni különböző riport alanyainkkal. Több-kevesebb sikerrel. Igen, hát mondom, hogy próbálunk. És hát nem képzavar, hogy azt mondod, hogy asztali tenisz. Hát ilyen nincs. Mi az, hogy asztali tenisz? Hát szerintem egy szép szó, de ezzel azt mondom majd neked, hogy gyerek kisfiam, menjünk asztali teniszezni. Hát ez hülyeség. Gyere pingpongozni, gyere játszunk egyet. Aha. Tehát itt szokták mondani, hogy most te pingpongozó vagy asztali teniszező. És amikor ilyet kérdeznek, akkor azt mondom, hogy én mondhatom magamról, hogy pingpongozó vagyok, te nem mondhatod nekem. De nem, én pingpongozó vagyok, és ez a sport, ez a pingpong. Mi az, hogy Pölöskei álnéven futballoztál az MTK-ban?
Hát ez akkor 1966-ot írunk, meg 67-et, akkor én 11-13 éves voltam. És életemben először akkor vettem föl címeres mezt ide, szép nagy magyar címerrel, és a szombathelyi serdülő EB-n voltam magyar válogatott, amit akkor a Klampár Tibi nyert az egyénit. Én csak 8-ig jutottam, ugye, mint mondtam, hogy ő azért előbbre volt. És akkor sem vették már túlságosan jól, nem nézték jó szemmel, hogy ez itt pingpongozik, válogatott környékén van, már meghívták az ifi válogatottba, aztán később úgy előre gondolt az ember, hogy hát az ifi válogatottból előbb-utóbb azért 16-17 év körül azért már a felnőtt válogatottnak az edzőpartnere lehet. Tehát nem nézték jó szemmel az, hogy egy úgynevezett idézőjeles veszélyesebb sportágat csinálsz, sportot művelsz. És hát én, mint említettem, én hadd ne adjak föl bármit is, és akkor kitaláltam, hogy én nem a Gergely leszek, hanem egy Pölöskei, aztán kész, valahonnan jött egy név, aztán viszont hallásra. De hát közben meg ilyen volt? Hát akkor még ő nem volt. Még nem volt. Nem, a későbbi, a Gáborék későbbiek, egy kicsivel későbbiek, és én Pölöskei néven voltam MTK-s, és úgy játszottam még néhány évet. Beszéljünk egy-két csúcspontról a pályafutásodban. Ugye 75-ben... Hagy fűzzek hozzá valamit, mert te is mindig közbevágsz. Én is szeretném, hogy... Most én megyek ki. Nem, csak azért mondom neked, hogy a labdarúgásról azért én imádok beszélni, és pontosan tudjátok, vagy tudod te is, hogy nagyon szeretem nézni is. És az sem volt egy kis élmény, amikor a dr. Mezei György, az a BVSC-nek volt az edzője, és én már voltam 27-28 év körüli, és ha hiszed, ha nem, én a BVSC NB1-es labdarúgó csapatának igazolt játékosa voltam Mezei Györgynél. Pedig a Gyuri, gondolom, látott valamit, látott már néhány futballistát. De játszottál? Nem játszottam. Na, az hiányzott volna még, hogy játszak, de... Állni, akkor is. De én igazolt játékos voltam, és miután mindent abba hagytam, és lettem 100 éves, és akkor egyszer megkerestek Tordason, ez itt van Budapestről néhány kilométerre, ott volt a nővérem, amik ott laktak akkor, és akkor kiálltam hozzájuk, és ez meg az volt. És akkor a Tordasi TSSK-nak volt egy labdarúgó csapat, a Megye 2-be, és képzeld el, megfűztek, hogy szálljak be, de akkor még fiatalabb voltam, meg vékonyabb, nem volt akkor a hasam, kedves nézők, és ki kellett kérni. Most azt kérem mondanom, hogy nem, nincs. De van, te is tudod, hogy van. És ki kellett kérni az igazolásomat az MLS-ből a BVSC-n keresztül, hogy át tudjak igazolni a Megye 2 Tordasi TSSK csapatába, és játszottam 2 szezont, és gólkirály voltam, és mit tudom én, és baromi jó volt. De mit játszottál? A milyen poszton? Középpályást játszottam mindig. Én mindig középpályást játszottam. Nem védekező, hanem támadó középpályást. Aztán, ahogy az ember... Tehát osztottad a zsúgát magyarázom. Hát, ahogy az ember öregszik, akkor mindig hátrafelé megy egy kicsit, aztán kicsit hátvédet, aztán már kispályán is csak hátul, mert ugye mit mond az öreg ember? Ne én fussak, hanem a labda. Így igaz. Sőt, már Puskásék is ezt mondta. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor nagyon szép élményeid vannak, vagy a nagy focistákról beszélünk például. Jó, Puskásról is, de most én a Kubalát emelném ki. Hát hogy az életem élménye. Személyesen vezetgetett téged Barcelonában. Az életem élménye volt, amikor annak idején én úgy volt, hogy egyszer véletlenül, illetve nem véletlenül, hát Barcelonába ki tudok menni, profiskodni, vagy tehát... Mondjuk azt, hogy kiköltözni, mert ez az igazság, igen, az, igen. Az ilyen. És hát mi már korábban is ismertük egymást, a Kuba Laci bácsiról beszélünk, de hát a Puskás öcsivel én azon a bizonyos Athénban találkoztam először, amikor a Panathinaikosnak volt az edzője, a BL-be, ahogy bejutottak Beck a döntőbe. Beck ezüstérmes. Igen. És akkor a Laci bácsival is találkoztunk, és akkor ott Barcelonában átölelve sétáltunk be a klubház felé, és a világ legnagyobb akkori labdarúgói, akik a Barszában játszottak, hát csak olyan Cruyffokat mondok meg egyebeket, hát az öreg előtt, most nem akarok nagyot, a földig hajoltak, hogy egy Isten jött vele. Már egy Istennel találkoztak. És engem így bevezetett ebbe a klubba, és hát ott a legnagyobbakkal találkoztam, akiket ugye addig csak televízión néztem. És hát ezek olyan élmények, amit soha az életben nem felejtek el. Aztán utána ugye Klub 21-nek hívták ezt a csapatot, a Barszának a pingpong csapatát, véletlenül 21, mert akkor még 21-ig poénig játszották ezt a sportot. Hát fölvittek a régi Barnabó stadionnak a VIP-pályájába, és mondták, hogy akkor... Camp Nou.
Gergely úr, ez lesz a maga helye, amikor a csapat itthon játszik. Na ezt képzeld el, hogy ilyen dolgok voltak. Hát, miért esett ez kútba? Valaki keresztbe tett. Hát ezzel nem tudok más mondani. De mi? De jó, oké, semmi, látom, a lényeg, hogy... el tudom mondani, mert ugye titkok nincsenek már, meg miért lennének? Hát nekem nincsenek titkaim. Vállalok mindent, ahogy édesanyámtól ezt megtanultam. Megkaptam annak idején, hogy ki tudtam menni tárgyalni. Letárgyaltam, és egy előszerződést-szerű megállapodást kötöttünk, nem volt aláírva semmi, csak szóbali, és hogy majd a göteborgi világbajnokságon ott aláírom a szerződést, és akkor a göteborgi világbajnokság után én már kimegyek, és profiként próbálok valamit. Hány éves voltál? Hát 100. Akkor már benne voltam a korba. Hát azért még mindig azért átütöttem a labdát. Én voltam a magyar válogatott csapatkapitánya akkor már, hát mint idősebb. Igen. Készültem talán az edzőtáborba, végigcsináltam a felkészülést. Aztán az utolsó héten, amikor hazajöttünk, akkor csörgött ott a telefon, hogy hát nagyon szépen kérlek, hogy hétvégén valahogy menjél a szerelésedért, hogy ne zavard a csapat felkészülését a világbajnokságra, mert nem utazol. Hát én lementem hétvégén, és felhoztam a szerelésemet Tatáról, és mondták, hogy volt egy ilyen hevenyészet elnökségi ülés, ahol heten szavaztak arra, hogy a Gergely utazzon, vagy nem. Hát először is kikérem magamnak azt, hogy egy Gergelyről szavazni kelljen. Tehát ezek, hogy jön bárki arról, hogy a magyar válogatottban egy Gergely Gábornak a helyére szavazni kelljen egy elnökség, akik azt se tudják, hogy a pingpongasztalon hogy pattan a labda. Tehát ez az első. A másik pedig, hogy milyen egyenes emberek voltak, a 7-ből 7 azt mondta, hogy rám szavazott. És fejezzük be ezt a témát. De a lényeg az, hogy nem tudtam kimenni. Nem a világbajnokságot döntöttek. Nem tudtam kimenni Göteborg. Hanem az életedről. Ráéreztél. Nem tudtam kimenni Göteborgba. Göteborgba ott vártak a papírral, hogy aláírom a szerződést, és a Gergely Gábor nem került be abba a baromi gyenge magyar válogatottba. Ennyi. Ezt elmondom fiatalabb nézőinknek, hogy Kubala László a Barcelona történetének legjobb játékosává választották meg, túl Cruyffokon, Maradonákon és Messiken, tehát hogy egy ilyen emberről sok évig volt spanyol szövetségi kapitány. Ott van a szobra, tehát ő egy idol. Azt tudni kell még a kedves nézőknek, hogy ugye három ország válogatottjában is játszott. Igen. Magyarország. Na, azért kijön belőle a sportriporter. Szóval azért kevés ember mondhatja el az, hogy három ország válogatottjának is meghatározó. Nincsen, szerintem sem. De ha még egy ilyen apró élményre van idő, akkor én találkoztam, ki fogom tudni mondani, Herzogenaurachban. Ez egy kisváros Németországban, ahol a két nagy sportszergyártó cég is, hát hogy is mondjam, működik. Az egyik az ugró macskás, a másik pedig a háromcsíkos. És ez az, akiket testvérek. És ez a két testvér, az egyiket úgy hívják, hogy Rudi Dassler, a másikat pedig úgy hívják, hogy Adolf Dassler. És a főutcának a két oldalán van a két székház, és hát természetesen az üzlet, hát azért ők tesznek oda egymásnak. Mi meg voltunk hívva a háromcsíkoshoz, de viszont az ugró macskás megtudta, hogy ott van a világbajnok csapat, és azonnal az egyik fogadás után áthívott bennünket az ő részlegére, és egyszer csak mondta, akkor most a világbajnoknak szeretnék egy meglepetést. Nyílt az ajtó, és belépett Edson Arantes do Nascimento. Azaz Pelé. Pelé. Azért az jutott eszembe ezekről, hogy persze nyilván ezek olyan emberek, hogy az ember megremeg a lábuk, de te azzal a munícióval nézhettél rájuk, hogy hát én világbajnok vagyok, uraim. De várjál, a történetnek nincs vége, a Pelé pontosan tudta, hogy kik vagyunk. Hihetetlen módon, tehát érezni lehetett azt, hogy nem felkészítették, hogy van itt három hülye magyar. Akár, ő pontosan tudta, hogy ezek milyen sportolók. Te kvázi világbajnok találkozott a Pelé személyében világbajnokokkal? Hát igen. Tehát most tök mindegy. Igen. Így van. Szóval, és pontosan tudta, hogy ez a sport mit jelent, pontosan tudta, hogy honnan jöttünk, és pontosan tudta az, hogy mi a helyzet. Kalkuttában nyertél a jó nyerrel párosban. Igen, hát ott sajnos a Klampár nem volt kint, bár lehet, hogy akkor nem tudok párosban Pistivel VB-t nyerni, igen, mert ugye a standard pár az Klampár jó nyer volt. Hát a Tibit sajnos itthon hagyták, bár azt mondom neked, hogy én most állítom, hogyha a Tibit oda kihozzák,
tehát kiengedik, vagy tehát ott kiutazhat Kalkuttába, akkor lehet, hogy a Jónyár Klampár nyeri a párost, nincs jelentősége, de írásba adom, hogy a csapatot akkor Magyarország nyeri. Igen, de akkor nem vagy páros világbajnok. Hát akkor kétszeres csapatvilágbajnok vagyok. Jó, de érted. Nekem van... a csapat többet ér a párosnál, ha ezt így egymás mellé igen. Lehet tenni, mert én, ez most nagyon nagy szavakat fogok mondani. Na. Én azt gondolom, hogy az a legszebb egy sportoló életében, amikor azt mondják, hogy világbajnok Magyarország, és te abban a csapatban játszol. Igen, de közben egyéni sportoló vagy, bár a csapatban még ez is legalább egyedül játszol. Tehát igen, nem vagy a másikra de mi, azért lettünk egy csapat. Hiába vagyok én Európa bajnok, meg világkupa győztes, meg mit tudom én, micsoda, meg akár. Most azt mondják, hogy Gergely Gábor. Aha. Érted? Abszolút. De amikor azt mondják, hogy világbajnok Magyarország. Az exhibicionizmusod ellenére is így van? Abszolút módon. Tehát én ezt vallom, hogy nekem a legnagyobb eredményem az, hogy Fenyánban világbajnok Magyarország lett a csapatban. Igen. Ugye nyilván erre megyünk ki, tehát ez a Fenyán valahogy az egészben a top, hiszen ott nyertetek csapatvilágbajnokságot úgy, vagy csapatban világbajnokságot úgy, hogy kétszer vehetétek el a kínaiakat igen. Ázsiában. Én arra vagyok kíváncsi, ez nagyon kicsi lerágott csont, hiszen az asztalita, magyar asztalitai sportnak hát abszolút kiemelkedő eredménye, és hát ahogy tegnap a Klampár mondta, bármit lehet csinálni, nem is lesz ilyen mostanság, tehát ezt csűrhetjük, csavarhatjuk. Én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen az, hogy egy direkt erre az eseményre fölépített csarnokban 22 ezer ember előtt az abszolút esélyes kínaiak, akik nyilván mindig mindenhol nyernek, ott áll három ember, abban az atmoszférában, amit te mondtál, hogy te szeretsz, hogy nem nektek drukkolnak, és nem győztök, hanem hát megalázzátok őket 5-1-re. Hát tudod, ennek van egy elő... Úgyhogy már egyszer nyertetek ellenük. Ezt akartam mondani, de még ennek előtte is van egy előzmény. Igen. Hát először is ez a három ember, ez egy hajszáló múlt, hogyha három ember egyszerre ott van, hogy a kedves nézők tudják ezt, mert ugye mi drága egyetlen Tibikénk, én nem tudom Klampár Tibort mondani, az mi drága egyetlen Tibikénk, aki nagyon-nagyon nehezen bírta és tűrte a bezártságot, az egyik utolsó héten Tatán az edzőtáborba, amikor szabadnapunk volt délután, tehát nem, mert az Oli is tudta, hogy azért nem úgy működik ez, hogy mindig csak rántott hús, hanem néha-néha kell egy kis pohár sör is, vagy bármi. Igen. Este 10-kor találkozunk, gyerekek, délután nem akarlak itt benneteket látni, érezzétek jól magatokat, tessék vigyázni, mert mindjárt utazunk. Hát erre a Tibi annyira vigyázott magára, hogy hát nem ért vissza este 10-re, sőt, mi több. Pontosan tudta, hogy nem fog visszaérni este 10-re, beágyazta a focilabdát, meg ezt, és akkor szépen... hát mi falasztunk neki. Visszajött este? Hát persze. Nem lett volna baj, mert visszaér, csak ugye milyen az élet, vihar, autó, letekeredett a olajszűrő, puff, tönkre autó. Na, lényeg az, hogy megbukott, kész. De ott rekedt az úton gyakorlatilag? Ott bizony. A Selkútnál ott Tata bánya környék. Éjszaka beüzent, nemhogy bejött volna, éjszaka beüzent a portásnak, aki akkor még besugóként dolgozott az edzőtáborban, hogy menjen már fel ebbe a szobába, kopogjon be, és szóljon a Kresztibének, hogy menjen ki érte éjszaka, a másik csapattag menjen ki érte éjszaka, szerinted? Pláne egy besugónak. Hát, hogy ne. Na, lényeg az, hogy azonnal a Bercik Zolinak kopogtam. Na, lényeg, valamikor hajnalban megérkezett, reggel edzés, Zoli jó megfuttatta, úgy, de nem, kellett. Nem akarta kidobni, vagy ilyesmi. Mondom, jól megfuttatta, igen. És azt mondta neki, na, innentől kezdve viszontlátása kifelé, innen haza. Kész, kidobta. Ez volt mondjuk csütörtökön, vagy pénteken. És akkor volt olyan, hogy minden egyes világbajnokság, nagy világbajnokság előtt, nagy verseny előtt, az OTSH-ból lejött különböző küldöttség, és leültek velünk, és akkor tessék vigyázni, és hajtsatok, és a cím magyarokért, és mit tudom, vigyázzatok, nehogy diszidáljatok, mert minden volt. Észak-Koreában viszonylag nehéz. Na mindegy, Koreába fog diszidálni, persze. Hogyne? És hát azt, hogy jött a küldöttség így, ő megment kifelé az autójával úgy. És akkor volt a... úgy akkor nem volt sportminiszter, hanem egy államtitkár volt, és még szombaton munkanap volt, de hanem akkor, hogy szombaton benn volt, és amikor mi hazamentünk pénteken, akkor bejelentkeztünk hozzá, hogy akkor jó napot kívánok, lenne egy kérésünk. Mert a Bercik hajthatatlan volt.
bementünk a nagy irodába, és mondtuk, hogy arra lenne szó, hogy mi azért készültünk, és azért dolgoztunk, és akármi, hogy a Klampár nélkül mi ezt a világbajnokságot nem tudjuk megnyerni. Miért a Klampár ott van, akkor megnyeritek? Hát persze, hogy megnyerjük. Na adjátok írásba. Hát leírtuk. És aláírtuk. Most mi van? Kivégeznek, ha nem nyerünk meg? Hát ki tudja. De a lényeg az, hogy aláírtuk, úgyhogy Klampár kiutazhatott. Csak ennyi bevezetés. A döntő után mi volt az első kérdés? Megbüntették, nem tudom mennyi ezer forintra. A döntő után első kérdés mi volt a főtitkárhoz? Ugye Tibi bácsi, elengedik a büntetésemet. Na, de hogy visszatérjek arra. Az a Bercik, bocsáss meg, az a Bercik Zoltán, akinek minden vágya az volt, hogy megveri a kínaiakat, hogy világbajnok legyen szövetségi kapitányként. Ezzel kockáztatta volna ezt az egészet? Igen, ő egy ilyen ember volt. Mindent megbocsátott, csak azt nem, hogy az edzés és az bármi hátráltassa, és ott becsapják. Azt nem. Tehát ő a munka nem volt mese, ő egy ennyire egyenes ember volt. Igaz, hogy például ezelőtt mondjuk kihagyott, nem 240 edzésetek volt, mondjuk akkor más számot mondok, nem 100 ezer, 38 milliárd edzésetek volt, hanem 30-szal kevesebb, és ezen ő sopánkodott? Hogy nem, ő azon sopánkodott, hogy miért nem lehet vele megbeszélni ezt. Ja. Igaza volt, kaptunk egy szabadnapot, meg jó. Ezek nem voltunk egyszerű emberek, figyelj, de ha egyszerű emberek lettünk volna, soha nem megyünk világbajnokságot, azért ezt tegyük hozzá. És akkor jött ez a bizonyos világbajnokság, senki nem beszélt semmiről, kimentünk és játszottunk. Természetesen az első mérkőzésen a meg 20 ezres sportcsarnok, megnyitó ünnepség. Szerinted kivel játszottuk az első meccset? Észak-Korea ellen. Hát ha azt mondom neked, hogy egy labdarúgó meccsen nincsen ilyen üvöltés, mint ahogy ezek ott bent üvöltöttek, ezek a ferdeszeműek, nem lehetett hallani a labda pattogását, hát és én játszottam az első meccset. És mondtam az Zolinak, hogy Zolikám, rendben van ez, rendben van, de akármi, de hát így nem lehet játszani, nem? Nem érdekes. Jó, elkezdtünk játszani, csak lehetett játszani mégiscsak, üvöltés minden labdaérintésnél, nem poén után, labdaérintésnél üvöltés, hát valahogy megnyertem a első szettet, aztán megnyertem a második szettet, aztán jött a Tibi, ő is megnyerte, aztán jött a Pisti, ő is megnyerte. Hát aztán úgy lett 5-0 ide, mintha ezével lettünk volna, egy kriptában csönd volt a 22 ezer sportcsarnokban. 5-0, aztán 22 ezer néma észak-koreai, néma koreai ült ott magába. Igen, hát 5-0 lett, az kész. Mondtam, hogy kifordultam, és ez tényleg Rózsás Peti, drága edzőm, a BVSZ-től mondta, hogy egyszer mondtam neki valahogy, kiabálnak, és mondja, hogy nem lehet, ő mondja az edző, így hát nem lehet. Mondtam, Peti, nyugi, mindjárt csend lesz. Tehát el kell érni, hogy csend legyen. Mindjárt csend lesz. Na, és akkor jöttek a kínaiak. Igen. Akkor már mindegy volt, illetve a kínaiak, akkor már bekerültünk a négy közé. Tehát nem volt tétje. Az első meccsnek. Igen. De azért mi úgy álltunk föl, a Zolinál nem volt ilyen, hogy most ki. Az Zoli azt mondta, hogy tessék játszani. Hát gondolom, meg akartatok mutatni, hogy így azért, van. Azért mi azt éreztük, nem minden papsajt. Éreztük azt, hogy nagyon jól játszunk. Tehát éreztük, hogy nagyon jók vagyunk. És akkor ők is felálltak, hiába mond bármit az edzőjük, a Li Fu-jung, aki többszörös világbajnok volt, hogy neki könnyű helyzete volt, mert 6-8 egyforma játékosból tudott válogatni. Azért én azért mindig megmondom azt, hogy melyik volt a legerősebb kínai csapat. Na, az volt a legerősebb, akiket megvertük 5-2-re a csoportban. Az. Az sokkal erősebb, idézőjelben erősebb kínai csapat volt, mint a döntőbe. Na most 5-2-re megvertük őket, úgy, hogy ezt megmertük csinálni, ezt nem, azt például én is, hogy Kuo Yao Hua, ez a háromszoros egyéni világbajnok, akivel majd a döntőben az első meccset játszottam. Nem tudtam volna kimondani. Hát azért segítek. Igen, kösz. És azt meg tudtuk csinálni, azt megmertük csinálni, hogy próbálgattuk, hogy szervál és hova fog, hogy a szerváival mit tudunk kezdeni. Tehát egymásnak szerváltatok úgy, mint nem, ő szervált a meccsen, feláldoztam a meccset. Ja, értem. Feláldoztam a meccset, hogy mit tudom én, ez értem. Erre pattan, az arra megy, ezt tudom vele csinálni, azt tudom vele csinálni, nyertünk 5-2-re így is. A Lianko Lian, aki azt nyilatkozta, hogy ő játszott volna a döntőbe, akkor nyernek. Na most 2-2-re úgy vertük meg, ahogy kellett, tehát nem véletlenül hagyták ki a védőjátékost. Igen. Jött a döntő, első mérkőzés, akkor már elég sokan drukkoltak nekünk, európaiak. Első mérkőzés, Kuo Yao Hua és szerénységem, egyszer nem szervált ki. Egyetlen egyszer nem szervált ki, én nyertem. Tehát ezt meg tudtuk csinálni. Úgy lett 5-1 ezen a meccsen, hogy a jó nyertől elcsalták a meccset. A Pistitől ütött a kínai egy olyan oldalt, hogy itt találta el, nem csúszált, itt találta el a labda.
és illetve így a kamerának, itt találta a labdát, és fölemelte, véletlenül ázsiai játékvezetőt fölemelte, hogy csusza. Azt hittem, hogy szívinfarktust kap a Jónyer. De megnyertétek. És ezt utána 5-1 lett, az olyan, mint a máig nem tudnák megemészteni. Nem tudják. Nem tudják. Idézem az említett játékost, akit úgy hívnak, hogy... Kuoyahua. Ma is leizzadok, ha ez a vereség az eszembe jut. Nem hittem volna, hogy valaha kikapunk európai csapattól. Persze az megesett, hogy egyénileg beleszaladt egyik másik társadalom ilyen vereségbe, persze nyilván nem ő, megérzem. Én is vesztettem pár meccset, de hogy a csapat kikapja ráadásul kétszer is a magyaroktól, azt nem gondoltam. Igaz, félelmetesen jó játékosok voltak, de mi erősebbnek hittük magunkat. Lehet, hogy ez bosszulta meg magát Kóreába. És a szövetségi kapitány valóban azt mondta, hogy ő biztos volt abban, hogy nyernek. Természetesen ismertük a magyarokat, de különösebben nem tartottuk tőlük, hiszen mi bármikor változtathattunk az összeállításunkon, ezt idéztette. Ez a Lifujung, igen. Igen, Jónyernek, Lampárnak és Gergelynek pedig végig kellett játszaniuk a VB-t. Bevallom, még akkor sem gondoltam, hogy baj lesz, akkor csoportban vereséget szenvedtünk. A döntőben már az első meccs után éreztem, amikor Gergely legyőzte az említett úriembert, hogy baj lesz, sajnos nem tévedtem, megérdemelten nyertek a magyarok, mondjuk ez sportszerű ezért. Nem, azon a napon senki nem győzhette le őket, verhetetlenek voltak. Mi kell ahhoz, hogy például miért nem sikerült, hát ez sikerült, mert ezüstérmet nyertetek Újvidéken rá két évvel. Mi a különbség, kudarce, kell-e keresni az okokat, hogyha valaki egy világbajnoki döntőt elveszít? Hiszen gondolom ezek... Nézd, hát a kínaiak ellen elveszett egy világbajnoki döntőt, hanem túl sok kudarcot, túl sok okot nem kell keresni, bár mi kerestünk, és elmondanám neked, hogy haval soha nem kezdődik mondat a sportban. Pláne ott. De elmondanám neked, hogy egy-egy poénon múlt, hogy nem az lett, hogy Kína, Magyarország, most mondok egyet, 5-3, vagy 5-4, hanem egy-egy poénon múlt, hogy Magyarország, Kína 5-3. Aha. Ennyi múlott. Tehát még 6 nem is mondok. Pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen nem lehet keresni akkor, hogy a fel... Nem. Tehát, hogy ezek egy napokon múlnak, nem? Csak egyet ne felejtsünk el, hogy a kínaiak 2 év múlva hoztak 2 olyan játékost, akivel mi még soha nem találkoztunk. Aha. Világsztárokat hoztak. Mi meg megint... Semmiből. Hát abból a milliárdi senkiből, semmiből, igen. Persze, de azért közte behúztatok némi Európa-bajnokságot. Hát azért mondjuk el, hogy ha már egyéni sportról beszélünk, hogy hármatok közül te vagy az egyetlen egyéni Európa-bajnok. Az valóban így van, hogy én vagyok az egyetlen egyéni Európa-bajnok. A Pisti az egyetlen egyéni világbajnok, Kalkutában nyert, hála Istennek. Világkupát mind a hárman nyertünk. Top 12 versenyt, ami a legeslegnehezebb verseny, hiszen 11 játékos, ez körmérkőzés. Mind a hárman nyertünk. Igen, sajnos azt kell mondanom, hogy büszke vagyok arra, hogy én Európa-bajnok vagyok egyéniben is, de nagyon-nagyon sajnálom, hogy még mindig nem taszítottak le a trónról 1978 óta, hogy én vagyok az utolsó élő magyar egyéni Európa-bajnok. Ez fáj. Ilyen csúcspont még a Budapesti Európa-bajnokság, ami talán annak a kórainak a verzéje, hiszen ott 22 ezeren drukkoltak ellenetek, igen. Itt pedig ez valami... Ebből is van egy aranyos történet, ami... És nem hagyja végigmondani a kérdésemet. Nem, hát én... Na mondja, drága. Most már nem kezd el csak. Szóval egy nagyon érdekes, mert tényleg azért vágtam közben, mert egyszerűen kiugrik belőlem, hogy ez volt az Európa-bajnokság, egy Budapesten egy Európa-bajnokság, ahol saját magamat is megleptem. Hát olyan még az a föld történetében nem volt, hogy egy Gergely Gábor effektíve bebetlizzen egy csoportmérkőzésen. Az oroszok ellen odaálltam az asztalhoz, és mindenhova ütöttem a labdát, csak a túloldalra nem. Ilyet, hát nem is hiszem el. És akkor már tudod, jöttek a jó indulatok, hogy ki kell hagyni a csapatból, ki kell hagyni, nem minek oda. Mondta Belcik, na majd én összerakom a csapatot. Persze, hogy végigjátszottam. És jött a döntő. Jött a döntő, és ott megint húztam egy jót. Elvesztettem az első meccset. Az ellenfél leggyengébb játékosától, mert ők megfordították az összeállítást. Aha. Na most úgy indult a dolog, hogy itthon, 12 ezer néző előtt, 13 ezer néző előtt, élő egyenes tévéközvetítésben kikapunk a csehektől. Nagyon úgy nézett ki. Hát aztán hála Istennek sikerült kettőt is húzni. A Pisti nagyon jól játszott, fantasztikusan játszott, de ugye itt szakmázni nem nagyon akarok. Volt egy ilyen különleges borítás az egyik oldalán az ütőjén, és nem merte lecserélni. Mert, ugye ez már szakma,
hogyha azt a borítást fönt hagyja, akkor esélye nincs az ellen, aki, mert az szerette azt a borítást, különleges borítást. És ott nézegett az ütőjét bent az öltözőbe, és mondtam neki, hogy na, csak mutasd egy kicsit, öcsi. És letéptem azt a borítást, kénytelen volt föltenni egy másikat. Igen. Bement játszani, és az ellenfél kereste azt a helyet, azt, ami neki kellemes volt, de nem találta meg, mire megtalálta volna, kezet fogtak, mert a jó nyerni. Ez így történt, ez így történt, és aztán utána jött egy olyan mérkőzés, én csak kettőt játszottam, már utolsó az bemaradt. Igen. A Milan Orlovszky ellen, ő az a Milan Orlovszky, aki a legjobb barátom volt. A párom, akivel Európa-bajnok lettem, akit soha nem tudtam megverni, mondhatnám úgy, aki a rohadék megvert az újvidéki Európa-bajnokság döntőjébe, szóval ilyen 10-2 volt oda általában. Aha. Már a 10-szer játszottunk, kétszer nyertem, 8-szor ő. És jött itt, mondom, 11 néhány ezer ember előtt, ha ott vesztek, akkor vége. Tehát akkor viszont hallásra, akkor nem tudunk nyerni. Első szedben kiütött a kezemből az ütőt, tehát magyarul semmi, nulla. Hát csináltam 6-8-10 poént. A második szedben valami csoda folytán, meg valami fonalat elkaptam, és nyertem. Döntő szedben ott kezdődött, ahol az első szedben. 4-1, 10-6-nál fordultunk, 18-13 vagy 18-14 volt oda, döntőszett. És akkor jött egy köd, egy lila köd, ha már Újpesten vagyunk, és 21-18 lett ide. Magad se tudod, hogy hogyan? Nem. Extázis? Extázis. Örjöngtek? Igen. Ezek azok a pillanatok, amiért, mert látom rajtad, igen, hogy most ez visszajött. Keményen. Igen. Ugye ilyen pillanatok, hát szalad el az időnk, persze. Itt csak annyit mondtak utána még azok is, akik ugye nem, mert mindenkit nem lehet szeretni. Azt mondták, hogy na jó van, akkor szobrot kapsz. Ennyi. Bercik? Bercik? Én tudtam. Azt mondta? Igen. És a többiek? Hát óriási volt. Bíztak benned végig, igen, amikor igen, nem ment a szekér? Igen, igen, igen. Hát a többiek, amikor megvertem az Orlovszkyt, utána odament a Jónyár, utána ment a Klampi, és kézfogás, és mi nyertünk. Tehát amikor én megnyertem az utó ezt a mérkőzést, akkor utána sin vége. Aha. És akkor a Bercik Zoli annyit mondott a végén, hogy jó van gyerekek, lehet ünnepelni, jön az egyéni meg a páros. Ott elég szarul szerepeltünk egyénibe. Dobogók. Mind a ketten, a Klampi is, meg én is dobogó, párosba másodjuk lettünk, úgyhogy a Pistával, tehát én azt gondolom, hogy... Értett az ünneplés, mert azért tudtatok mulatni. Igen. Az előbb az jutott eszembe, hogyha szépen kerekítsük le ezt a történetet, a élsportolóknál nagyon nehéz, nagyon sok ilyen sztorit tudunk, hogy nehéz átállni a civil életre. Te ugye újságíró lettél, igen régóta csinálod ezt a dolgot. Neked az átállás, Ez kemény volt? Voltak mélypontok ebbe, amikor nem találtad a helyedet? Sok sportoló annyira burokban él, hogy gyakorlatilag kinyitják a burkot, és elmegy a lábadról. Én szerettem volna mindig újságíró lenni, tehát én már kölök koromban is, igen, mondtam, hogy ha én egyszer abba hagyom, akkor én nem masinista, meg katonatiszt akarok lenni, vagy tűzoltó, hanem én újságíró szeretnék lenni. Tehát ez nekem már annak idején, sőt, még volt egy vágyam, hogy operatőr legyek, de hála Istennek, akkor Kálmán Jani kollégám, hogy lenne itt a mögötte, itt mert abban is jó lettem volna biztos. Természetesen, meg hát hogy beszélgetnék veled, amikor ott vagy? Na, jobb szóval ez lényeg, így. Az, hogy én készültem erre, már arra, hogy újságíró lehessek. De természetesen én edző szerettem volna lenni, én maradtam volna a sportágban, de úgy alakult az élet, hogy hiába voltam bajnokcsapat edzője a BVSC-be, hiába voltam nemzetközi sikert elérő edző Cegléden, a Vasutasnál, Harci Zsolt például a volt szövetségi kapitány, az én játékosom volt. Valami úgy alakult a dolog, hogy nem kellettem. Nem kellettünk. És de akkor olyan, én úgy gondoltam, és akkor én úgy gondoltam, hogy én akkor elkezdek valami mást. Jó napot kívánok, igen, valakivel találkoztam, akivel együtt kezdtünk pingpongozni a központi sportiskolában, mondta, hogy ő a főszerkesztő ennél az újságnál, bementem, megmutatta a jelmet, hogy ott fog szülni,
és azóta újságíró vagyok. De sporttal foglalkoztál leginkább, viszont most már televíziózó is. 75%-ban foglalkoztam a nyomtatott sajtóban sporttal. Kevesen tudják, hogy én a rendszerváltás után durván három évig, én azért parlamenti tudósító is voltam. Én magam sem tudom, annyira kevesen. Parlamenti tudósító Tényleg? Is voltam, igen. Igen, sőt, mi több kultúrát írtam rengeteget, sőt, mi több a fővárosi tudósító is voltam, mint főváros, tehát mint főváros tudósító. Tehát én mindenbe bele csipegettem, és hála Istennek, hogy így történt, mert nagyon nagy iskola volt ez a parlamentezés, meg akármi. Igen, a sport természetesen megmaradt. Hát és, és a szerelem a televíziózás. De az is jött, az később jött, mint a... Korábban én már televízióztam az első, kimondhatom nyugodtan, az első magyar sport tévébe, ami nem ez a Sport, egy Sport 2, meg akármi. Én ott a labdajátékokban ott voltam, Dobor Dezső főszerkesztő úr hívott meg, hogy teniszt, asztali teniszt és különböző labdajátékot, sőt, híradózzak neki. Ez ment egy évig, másfél évig, de sajnos bedőlt ez a úgynevezett hungaros sport. Tehát akkor én már... De hát én már annak idején, amikor játszottam és már nem játszottam, akkor én Szőnyi János mellett ott ültem a riporter állásban, és már akkor én szakkommentátorkodtam. Tehát mondjuk beszélőként, de nem volt baj, felteszem. A Vas István Zoli mellett a rádióba, tehát én azért készültem arra, hogy hát ha valamikor valahogy oda tudok keveredni. És bejött. Hát ha így érzed, akkor köszönöm. Figyelj, nagyon szép végszó, két dolgot szeretnék kérdezni még kb. Uckve. Az egyik azt, hogy ez bánt téged, hogy ugyan tegnap az asztali tenisz szövetségben ünnepeltek, de bánt téged, hogy nem, azt mondta, hogy nem kellettél edzőként egy idő után, voltál a KSI szakmai igazgatója, valahogy így eltávolodtál a sporttól. Tegnap azt mondtad, ha nem hívtok, nem jövök, mondtad ott a szövetségben. Bánt ez téged, hogy így van? Egyébként a lampárékat sem használják. Tehát, hogy volt egy ilyen válogatott és egyszerűen parlagon hever ez a tudás? Ma már kevésbé bánt, tehát természetesen nagyon bántott. Hát hogy a fenében bántott volna? És ez a bántás, ez úgy jött ki nálam, hogy én direkt újságíró koromban a lehető legkevesebbet foglalkoztam az asztali tenisszel. A kollégát küldtem ki, a lehető legkevesebbet foglalkoztam az asztali tenisszel, pontosan azért, mert nem akartam őket bántani. Azért, mert ők bántottak engem, kvázi, én nem akartam visszafelé bántani. És tényleg azt mondom neked, és a mindenkinek, aki véletlenül hallja ezt, és nyugodtan átadhatja, hogy ha asztali teniszről, pingpongról van szó, és gyerekekről, akkor én jövök. Azért nem gátoltam meg, vagy zártam le ezt a beszélgetést, hiszen nem fogsz többet ide ülni abban arra a helyre. Jövő héten már ezen a helyen fogsz ülni. Azzal, hogy te itt ülsz ezen a helyen, és ugyan nem vagy közel a pingponghoz, de azért mégiscsak fölköszöntöttek. Te így egyben vagy most? Én jól érzem magam a bőrömben. Én nagyon jól érzem magam a bőrömben. Nekem itt barátaim vannak, itt megbecsülik a munkámat. Fiam, a lányom itt dolgozik természetesen. A fogadott fiam és a lányom. Vannak itt aranyos kollégáim. Tényleg azt mondom, hogy ez egy nagy család, és remélem, hogy ez a nagy család sokáig így megmarad. Jól érzem magam a bőrömben, de természetesen van még időm, van energiám a pingpongra is. Az elején lányozavaromban nem mondtam szerintem, amikor fölkonferáltalak, hogy Isten éltesen boldog születésnapot, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.